Azon kell törnie a fejét Roberto Mancininek, hogy Spinazzolát kihelyettesíti. Ugye itt láthatjuk a belga válogatott elleni kezdőcsapatát, és Henrik már el is kezdte mozgatni a cseréket, mint ahogy Mancini is mutatta ott a játékosoknak, hogy pörögjetek. Spinazzolát mindenképpen ki kell szednünk ebből a kezdőcsapatból. Kérdés, hogy kire cseréljük, Henrik? Hát tegyük is akkor meg. Húzzuk a Spinazzolát, és ha egy kicsit megnézzük ennek az olasz válogatottnak a legfontosabb tulajdonságait, akkor ez a középpályás hármas, ami nagyjából így helyezkedik el, hogy Jorginho a védelem előtt, ő a mélység irányító, ő hozza ki a labdákat, előtte Verratti, és a hármok közül a Barella leginkább támadó. A csatársorban pedig az a helyzet, hogy Chiesa azért egy klasszikus szélső támadó, ott is játszik a vonal mellett, ugye van Immobile, klasszikus befejező csatár, az Insigne meg sokkal inkább közelebb áll egy ilyen árnyékékhez, tehát sokkal közelebb játszik a középcsatárhoz, mint Chiesa, és hogyha látjuk, akkor azt kapjuk, hogy egy óriási üres sáv maradt a bal oldalunkon, amit ugye Spinazzola töltött be, hanem ezen az Európa-bajnokságon mindig, és hát neki igazi helyettese... Itt látjuk ezt a sávot, hogy gyakorlatilag az egész csapat egységében befele tolódik, igen, és ugye itt kell valaki, aki ezt bejátsza. Most természetes helyettese nincsen ebben a csapatban. Van egy elég őrült ötlet, először kezdjük ezzel, hogyha valami nagyon meglepőt akarunk látni. Ez az, Bernardeschi? Akkor ez a Bernardeschi lehet elméletileg, ez egy hát nagyon-nagyon meglepő lenne, egy ilyen őrült beszéd, de van értelme. Játszott azért ő már sokszor szélső hátvédet is a Juventusban, igaz, hogy a másik oldalon, de legalább ugyanúgy jobblábas, mint a Bernardeschi, mégis a munkabírása megvan hozzá, soha ezt a szerepet ebbe az olasz válogatottba nem játszotta. Ez tehát... ilyen nemzetek ligájába tudom elképzelni, hogy ott vannak együtt a spanyolok ellen, és próbáljuk meg. Na de ez egy EB elődöntő, itt mit húzol? Igen, tehát ez az egyik, erre van mondjuk 5%, és a másik az egy, végülis egy biztonsági megoldás, aki nem a Castrovilli, az is nagy meglepetés lenne, hanem az Emerson, akivel, és akkor tegyük is a helyére. Ő volt a cseréje. Sokkal inkább itt lesz. Igen, az Emerson ugye képességeit tekintve az, hogy mindenben egy kicsit elmarad a Spinazzolától, illetve hát ő évek óta minden csapatában kiegészítő emberként kerül számításba, pont úgy, ahogy így az olasz válogatottban is, hogyha valami nagyon nagy tragédia történik, akkor lehetőséget kap Emerson. Most megint ugyanez, nagy tragédia történt, és lehetőséget kap majd valószínűleg Emerson a bal hátvéd helyén.